Sziasztok, ha itt vagytok, remélem ismerjük egymást. Kovács Eszter vagyok, ez a YouTube csatornám, amit nézel, ez pedig a fodrász üzlet, ahol dolgozom. És most egy kettő videót fogok egymás után felvenni, Q&A videó mind a kettő, azaz kérdésekre válaszolok, és azért kettőt, mert ennyi kérdés van, és tök hosszú lenne egy videóban, úgyse néznéd végig. Viszont a rossz hírem az az, hogy a kérdések nincsenek csoportosítva, és szerintem mind a két videóban fogsz találni olyat, ami téged érdekel, szóval kénytelen leszel végignézni mind a kettőt. Kezdjünk bele. Na, szóval nincs rendszer a kérdésekben, jó? Azokra válaszolok, vagy azokat írtam össze, az utóbbi január óta írom ezeket a kérdéseket, amiket a legtöbbször feltettetek nekem itt a munka során az üzletben. Ki kell-e mosni a hajpakolást a hajból? Ezt ugye úgy értitek, hogy otthon megmosod a hajat, felítatod a nedvességet, róla teszel rá egy hajpakolást, és utána samponnal ki kell-e ezt mosni, vagy elég csak leöblíteni. Na, rátetted a pakolást, belemasszírozgatod, így óvatosan, így belenyomkodod, jó? Tehát nem így gyűrögeted jobbra-balra, meg minden, vigyázunk vizesen a haj szerkezetére, hanem csak így szépen belenyomkodjuk. Hogyha nagyon gubancos, nem is kell kifésülni, csak elég szépen így nyomkodni egy kicsit, hogy azért úgy mindenhova egyenletesen eljusson. Próbálsz meleg helyen maradni, nem ajánlom, hogy törölközőbe becsavard, mert a törölköző fogja felszívni a pakolást, nem a hajad. Én úgy szoktam csinálni ezt régebben, amikor szüksége volt a hajamnak pakolásra, hogy én nagyon szeretek meleg, nagyon meleg kád vízben fürödni, tehát nagyon meleg az a víz, ez miatt meleg lesz a fürdőszobában is, és akkor az már egy elég meleg hőmérséklet ahhoz, hogy a pakolás tudjon hatni. Tehát úgy szoktam, hogy akkor ücsörgök a kádba, és akkor rajta van a pakolás a hajamon, ameddig annak a ható ideje van, utána leöblítem, és felítatod a felesleges vizet, és itt még nincs vége, utána ráteszel egy balzsamot, belefésülöd, ha tudod, ha nem tudod belefésülni, mert nagyon gupancos, akkor hagyod a fenébe, nem kell belefésülni, csak azt is így belenyomkodod, és utána alaposan leöblíted, és így van vége a rituálénak. Kiülhetsz egyébként a napra, de ne a közvetlen napra, hanem csak egy olyan félárnyékos helyre, tehát ne a napra. A pakolással nyáron, vagy ősszel-tavasszal, amikor meleg van, de ne fázzon a fejbőröd, jó? Tehát ne szélbe, meg húzatba, meg nem tudom mi, hanem olyan helyre az erkélyen, vagy a teraszon, vagy az udvaron, ahol azért olyan állandó meleg van, kellemes, és sokkal jobban foghatni a pakolás, mint hogyha csak szobahőmérsékleten lófrálsz vele otthon. Mi a véleményem az olcsó hajsütővasakról? Hát az, hogy ne vegyél olyat, az a véleményem. Olcsónak én a 10.000 forint alattiakat értem. A 10.000 forint fölött azt mondom, hogy olyan 10 és 25.000 forint között nagyon jókat lehet kapni, amik a legtöbb hajra, otthoni célra főleg tökéletesek. Hogyha problémás a hajad, tehát mondjuk nagyon göndör és egyenesre akarod kivasalni, vagy nagyon vastag szálú. Mi lehet még, ami ilyen problémás? Más szerintem ebből a szempontból nem. Akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy egy drágábbat és esetleg gőzölös hajvasalót vásároljál, mert szerintem kisebb munkával szebb eredményt fogsz elérni. De hogyha ne érezd magad rosszul, hogyha nem szeretnél hajvasalóra szánni 50-60 ezer forintot, mert mondom, ilyen 20 ezer körül már nagyon jókat lehet kapni tényleg. Van egy videóm arról, hogy mi alapján vásároljál hajvasalót, azt nézd meg, vagy kérdezz engem. Lesz-e online időpontfoglalás nálam? Egyelőre nem, egyelőre úgy gondolom, hogy ura vagyok a helyzetnek, és kézben tudom tartani a dolgokat. Főleg azért, mert az online időpontfoglaló az ugye úgy néz neki, hogy lenne egy naptár, amire te ugye felnézel, ugye gyakorlatilag a naptárom lenne fent az interneten, és akkor te belépsz egy oldalra, és ott látod, hogy mondjuk hol vannak nekem üres időpontok, ahova még nem írtam be senkit.
Viszont ott te csak azt fogod látni, vagy azt látnád, hogy mondjuk van egy üres órám, vagy egy fél órám, vagy egy másfél órám. És nem vagyok benne biztos, hogy mindig el tudod dönteni, és meg ne haragudj ezért, de hogy mennyi időt szánnék a te hajadra. Szerintem ti mindig kevesebbet gondoltok, mint amennyit én valójában a hajatokkal foglalkozom. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, hogy ez ugye úgy működik, hogy működne, vagy fog, de mondom, egyelőre nem akarom ezt bevezetni, hogy te oké, hogy oda beírod magad, de utána meg kell várnod egy visszaigazolást tőlem. És mi van akkor, hogyha közben én itt valakivel munka közben egyeztetek, csak még nem írtam be oda az online felületre, mert éppen nem tudtam, nem volt rá itt lehetőségem, de mondjuk a saját régi papír alapú naptáramba meg beírtam. Tehát ebből most én azt mondom, hogy most olyan keveredések lennének, hogy én ezt most nem vállalom, hanem marad az eddigi bevált, vagy telefonon felhívsz, vagy írsz SMS-t, vagy írsz Messengeren, megtalálsz Viberen is. Képzeljétek el, van olyan, aki személyesen bejön, még ilyen old school megoldások is vannak, sőt, még olyan is van, hogy összefutok a spárba vendégemmel, és ott beszéljük meg, szóval szerintem elértek engem bárhol, és mindenkinek jobb ez így, úgyhogy egyelőre nem. Aztán majd, ha máshogy lesz, akkor szólok. Fodrász után télen vegyél le fel sapkát. Nem csak télen, hanem hogyha tavasszal, ősszel fúj a szél, ilyen hideg szél, tudjátok, akkor is. Egy frissen mosott fejbőrre, hát vagy ücsörögél még itt el egy fél órát. De egy frissen mosott fejbőrrel, hogyha kimész, akkor igenis vegyél fel sapkát. Mert ki fog hullani a haját, ha megfázik, vagy korpás lesz. Értek-e? Ez a kedvenc kérdésem, hogy értek-e mindenféle hajtípushoz? Hát nem. Az a helyzet, hogy nem. Mert szerintem leginkább ahhoz értek, és azt gondolom, hogy ahhoz, amilyen a legtöbb vendégemnek a haja. Mert gondolom, hogy azért jár hozzám, mert tetszik neki, amit csinálok, tehát értek hozzá az ő hajtípusához. És most átgondoltam, mielőtt leültem ide ehhez a videóhoz, hogy milyen a vendégemnek a haja. Ugye a férfi hajakat azt most hagyjuk, most a nőkről beszélek. A két, sokféle van egyébként, de amiből sok van, az két típus. Az egyik a vékony szálú, lelapul, összeesik, nincs tartása, és egy kicsi hullám van benne, ami idegesíti, nagyon zavarja a tulajdonosát. Ez az egyik típus. A másik, ami félhosszú-hosszú, és egyenes, de hullámosat akar, hullámos, de egyeneset akar, ezek. Az enyém is egyébként ezekbe a kategóriákba tartozik, tehát gondolom, hogy azért értek ezekhez, mert meg egyébként Magyarországon azért ebből a kettőből van sok, azért azt lássuk be. Tök érdekes, volt egy régebben egy svéd vendégem, egy svéd csajszi, tök más haja volt, mint nekünk, de ezt de nem azt akarom mondani, hogy értek a svéd hajakhoz, mert az se biztos, hogy mindenkinek ugyanolyan haja van ott, mint neki volt, de nagyon-nagyon más volt a száv, a tagságot, tök, már teljesen más volt, mint itt a magyar hajak, nagyon érdekes. Meg volt egy, hú, mindig elfelejtem, hogy milyen, tök ciki, de vagy koreai, vagy japán, és tudom, hogy ezek miért is örülnek, ha összekeverjük őket. Nem tudom megmondani, hogy koreai vagy japán volt az a hölgy, de azt hiszem talán koreai, aki járt hozzám régen. Hát neki őrületet, annyira más volt a haja, hogy hihetetlen, nagyon szerettem. Nem, tehát semmit nem tudtam vele kezdeni, nem azért szerettem. Még az a szerencsé, hogy nem akart semmit, csak vágjam le, az jó van, megy. Mert abból nem is lehetett semmi más csinálni. Tehát az olyan szögegyenes, annyira drót, és annyira lóg, és annyira úgy, ahogy az a hajakar, hogy abból, főleg ezekkel, amik európai hajakra vannak kitalálva, hajformázók, hát semmit nem lehetett vele kezdeni. De minden esetre azért úgy bírtam. Akkor volt arab vendégem is, neki is nagyon szerettem a haját, nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyire más tud lenni, mint a miénk, és egyébként ne röhögjetek, de a milánói metrón jöttem rá egyszer, és azért a milánói metrón, mert ott metrózok, nem Pesten,
mert Pestet meg nem ismerem sajnos a tömegközlekedéssel, csak kocsival. Tehát oda én valahogy mindig kocsival vagyok kénytelen menni. Milánóba viszont nem kocsival megyek, és ott meg szoktunk metrózni, és annyiféle ember van, és egyszer így tök emlékszem a pillanatra, hogy így álltam a metrón, így néztem így az embereket, és rájöttem, hogy mindenkinek más a haja. Tök durva, hogy nincs két egyforma haj. Tehát maximum az egypetélyű ikreknek, de még ott is van ugye, hogy egymás tükörképei, tehát akkor már a forgója pont a másik oldalon van, csak mondjuk a haj minősége ugye egyforma. De hogy tényleg annyira speciális mindenkire nézve a haja, hogy őrület. Jó megállapításaim vannak mi. Jó, mindegy. Ehhez el kellett mennem metrózni Milánóba. Aztán árt-e az uszoda meg a szauna a hajnak? Bizonyám, hogy árt. Az uszoda ugye ott a klór miatt nagyon tönkre tudja tenni a hajat, ki tudja szívni a színét, meg száraz lesz tőle, meg fénytelen, meg gubancos, meg ilyenek. Ha megnézitek, aki rendszeresen úszik, annak általában vagy rövid a haja, vagy pedig hosszú, de nem festett. Nem véletlen. A szauna, az a meg a meleg a gond, hogy nagyon fel tud melegedni a szaunába, és onnan, hogyha kimész akár a szobahőmérsékletre, de hogyha a szaunába nem tudom hány fok van, mert nem járok szaunába, de tudom, hogy meleg van ott, de ha onnan kijössz egy 15 fokkal hidegebbbe, ami még ugye bőven meleg, de a hajadnak már az is hideg. Tehát az már egy akkora változás, hogy azt már a haj nem tolerálja, főleg nem rendszeresen. Egyébként szerintem nem elvetemült gondolat hajra hővédőt használni szaunázás előtt. Tehát vagy egy hővédő sprével, mondjuk ez például tök jó, ez a TG-nek a spréje, ezzel befújod, vagy pedig hővédő krémmel, meg szerintem még olajakat is lehet rátenni a hajra, és az egy picit bent tartja a vizet, ugye a nedvességet a hajba, hogy ne száradjon ki. Az tök fontos lenne. Aztán, miért nem lehet minden nap hajat mosni? Hát, ki mondta, hogy nem lehet? Lehet. Sőt. Lehet. Kell is. Tehát, ha most belegondolsz, akinek olyan a munkája, hogy mit tudom én, milyen fizikai munkák vannak, köműves, ács, nem tudom, tehát akinek koszolódik a feje is, a haja is, hát az is minden nap megmossa, nem? Tehát lehet. Aztán a törött hajjal mit lehet kezdeni? Levágni. Az a biztos. Viszont, hogyha nem akarod levágatni, akkor a tudomány mai állása szerint nincsen olyan csodaszer, ami ezek a több irányba álló törött hajvégeket így összetapasztja, és úgy marad tartósan. Tehát ma ilyen nincs. Olyan van, ami egy ideig úgy tartja. Érdemes olyat használni. Ilyen van olcsóbb is, drágább is. A drágább tart tovább. Az olcsóbb az általában mosástól mosásig. Egyébként érdemes próbálkozni ezzel. Itt van most például pont egy másik videó, miatt készítettem ide, de vagy ez a keratindóz erre nagyon jó, vagy a Biolásnak van egy másik, ez a kókuszos hajban maradó ápolója, ami szintén nagyon jó arra, hogy hidratálja és feltölti keratinnal ezeket a elanyátlanodott részeket, és mosástól mosásig bizony védi és óvja a hajadat. Aztán natúrhajra milyen sampont kell használni? Natúrhajra, natúrnak ugye azt nevezzük, ami se nem festett, se nem melírozott, se nem színezett, se nem dajerolt, hanem mondjuk egy gyereknek, vagy egy férfinek a haja, ugye felnőtt nők között kevés, akinek nem festett, nem színezett, stb. Nálam van itt az üzletben egy szulfátmentes sampon, én azt szoktam használni, és otthon is a családomnak a nem festett hajú része ezt a sampont használja, nagyon jó. Kiméli a fejbőrt, kiméli a hajat, ugyanakkor nagyon szépen tisztít, kellemes illata van, tök jó. Egyébként még a festett hajamra is szoktam ezt használni, hogyha elfogy az, amit kéne használnom rá.
Úgyhogy ilyet keres, tudok adni belőle egyébként, de én azt mondom, hogy ilyen szulfátmentes sampont azt használja. Aztán öregíte a sötét haj, illetve fiatalít-e a fufru. Hát erről tudjátok, hogy nekem nagyon markáns véleményem van. És röviden az, hogy mi volt a kérdés? Hogy öregíte a sötét haj, szerintem nem. És hogy fiatalít-e a fufru, nem feltétlen. Ez a rövid válaszom, a hosszú válaszomat pedig ki fogom fejteni egy videóban. És most a vége ennek az első résznek ebből a kérdezz-felelek videóból, és egy következő résszel jövök nem sokára. Sziasztok!